Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész podcast, és ez egy kérdések és válaszok adás. De mielőtt belevágnánk a mai kérdésünknek a megválaszolásába, azelőtt felhívom mindenkinek a figyelmét a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbeanen, a Facebookon, és hogyha a YouTube-on nézitek ezt a videót, és nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok, akkor mindenképpen kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis harangra is, azért, hogy mindenképpen értesülhessetek a legfrissebb adásokról. A mai kérdésünk így hangzik, hogy átírták a Bibliát? Ez a kérdés nyilvánvalóan arra irányul, hogy a Biblia az évszázadok alatt változott, és vajon ezek a változások, ezek jók-e, bár nyilván maga a kérdés azt sugallja, hogy ezek a változások nem jók, és hogy ki és hogyan írt át a Bibliát, és vajon mi lehet az eredeti. Abban az értelemben a válasz igen, mármint hogy az átírásra, hogy a Biblia az nem egy pontszerű eseményként érkezett meg a világba. A Biblia a világ leghosszabban írt könyve, amennyire tudjuk, Satzper kb. 1500 év, amit összefoglal maga a Biblia, így hát a Biblia az egy folyamatnak az eredménye, és nem pedig egy meghatározható az időben, pontszerű eseményként meghatározható alkotói folyamat. Például ebben a tekintetben is a Biblia szemben áll a Koránnal, ugyanis a Korán egy pontszerű eseménynek a terméke. A hagyomány szerint, az iszlám hagyomány szerint Gábriel angyal volt az, aki lediktálta a Koránt Mohamednek, és ő aztán elejétől a végéig leírta, és akkor ez így érkezett meg az iszlám hívőkhöz. Ezzel szemben a Biblia az több évszázadon, vagy hát több másfél évezreden is akár keresztül íródott, keletkezett könyveknek tulajdonképpen a halmaza. Hiszen maga a Biblia szó is azt jelenti, hogy könyvek többes számban, mivel több könyv, összesen 66 könyv van a Bibliában, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Biblia egy könyv, könyvészeti szempontból egybe van kötve, de amúgy tartalmi szempontból inkább egy könyvtárnak vagy könyvespolcnak mondanám, amelynek a keletkezése az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időbe telt. És természetesen a Bibliának az írói a korábbi szövegeken is dolgoztak, amelyek már korábban is keletkeztek, illetve arra építettek, vagy amellé tették be a saját dolgaikat, vagy írásaikat. De hogy ez két szempontból sem jelent problémát a számunkra. Egyrészről mi nem a Bibliában hiszünk. Tehát egy keresztény hívő ember az nem hisz a Bibliában, mi az Istenben hiszünk, az Isten tévedhetetlenségében és minden hatóságában hiszünk, mi a Bibliának hiszünk, azaz annak, ami ott le van írva. És ennek nagyon nagy jelentősége van abban a tekintetben, hogy vajon hogyan tekintünk a Bibliára, mint műre, és hogyan kapcsolódik ez a mű hozzám, és hogyan kapcsolódik az Istenhez. Mi azt tartjuk, hogy a Bibliának van egy emberi, és van egy isteni oldala. Az isteni oldala az az, hogy az Isten ihlette azokat az írókat, akik írták a Bibliát, hogy azt írják le, amit leírtak. És hogyha mi elfogadjuk azt, hogy így módon az Istentől származik a Biblia, akkor mi biztosak lehetünk abban, és ez a második indok, ami miatt, vagy ok, ami miatt nem probléma számunkra, a Bibliának az alakulása, mert hogy az Isten gondoskodik arról, hogy az ő igéje és az ő üzenete az a megfelelő módon jusson el az emberekhez. A Bibliának emellett az isteni oldal mellett, amely az ihletettséget jelenti, van egy emberi oldala is. Mégpedig azért, mert hogy ezt emberek írták. Nem diktálták nekik, hanem ihletésre írták ezek az emberek, és bizony a saját személyiségük, a saját koruk és a saját mindenük az bele van téve ezekbe a szövegekbe. Éppen ezért van az, hogy a bibliai szövegekben találhatunk tévedéseket, találhatunk ellentmondásokat, találhatunk indokoltnak nem tűnő párhuzamokat, és még sok minden mást is. Azonban még ezek a hibák, vagy indokolatlan párhuzamok, vagy ellentmondások is tudják szolgálni az Istennek az ügyét, hiszen az Isten gondoskodik, ahogy említettem, gondoskodik az ő igéjéről. Van egy nagy kedvenc igém, bibliai szakaszom, Mózes első könyve, vagy a Teremtés könyvének a végéről, ahol József azt mondja testvéreinek, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Az Isten a Bibliában lévő ellentmondásokat, vagy éppen tévedéseket is jóra tudja fordítani, és jóra tudja használni, hiszen végtelen kegyelmében úgy döntött, hogy ezen a művön keresztül akar leginkább szólni hozzánk. És a Bibliának a méltóságát nem az adja meg, hogy betűről betűre minden bizonyítható, vagy éppen egy logikus rendszerbe összepakolható az, ami benne van, hanem az, hogy az Isten úgy döntött, hogy ezen keresztül akar bennünket megszólítani, és így akar bennünket megszólítani. Éppen ezért mondjuk azt, hogy az Isten nem csupán az írókat ihlette, akik lejegyezték a Bibliát, hanem a bibliai könyvek listájának összeállítóit, tehát a szerkesztőket is ihlette, és ihleti az olvasókat is, akik olvassák az igéjét, mint a mai napig. Ez adja meg a Bibliának az igazi méltóságát és az igazi fontosságát. És éppen ezért szoktam én azt mondani, hogy a Bibliát igazán olvasni csak hívő szívvel lehet. A Biblia átírásának a kérdése azonban nyilvánvalóan arra is irányul, hogy mondjuk a Biblia végső formájába kerülése után vajon milyen változtatások kerültek bele a Bibliába. Az biztos, hogy voltak olyan gondolatok és olyan irányvonalak, amelyek hozzátenni vagy elvenni akartak a Bibliából. Ez egész kereszténységnek a történelme során így volt, a kezdetektől fogva, tehát egészen a 1-200 évvel Jézus utántól kezdve is már, egészen a legújabb korig. Gondolhatunk, már mintha a legújabb korról beszélünk, akkor gondolhatunk itt például arra, hogy a náci Németországban például az Ószövetséget, mint zsidó iratot, azt ki akarták hajítani, és helyére valami mást betenni a Bibliának, mert hogy az nem lehet, hogy ilyen zsidó dolgok vannak itten. Vagy például gondolhatunk arra, hogy vannak olyan emberek, és vannak olyan irányzatok, amelyek ezt vagy azt vagy amazt a bibliai könyvet azt mondják, hogy ezt nem fogadják el. Szóval mindig voltak olyan erők és olyan akaratok, amelyek a Biblián változtatni akarnak. De onnan lehet megismerni az igazi teológiát művelőket, vagy az igazán a Bibliát értékelőket, hogy nem változtatni és alakítani akarnak a Biblián, hanem megérteni annak a mélységeit. És a biblikus teológia, ahogyan a tudományos fejlődés is halad előre, egyre több és több dolgot fedez föl, akár szövegelemzésekkel, akár régészeti ásatások mentén, hogy minél jobban és minél inkább fel tudjuk térképezni, hogy mi a Bibliának az eredeti szövege. És hogyha mondjuk példának okáért kezetekbe vesztek egy héber ószövetséget, vagy éppen egy görög újszövetséget, hiszen ezek az eredeti nyelvei a Bibliának, akkor ott egy csomó hivatkozást fogtok találni arra, hogy egy ilyen régészeti ásatáson, vagy itt megtalált kódexben, vagy ott lévő iratban, ez például így szerepel, ez egy kicsit másképp szerepel. A kereszténységnek nem csupán az a feladata, hogy megértse azt, ami ő előtte van éppen Biblia, hanem az, hogy minél mélyebbre ásva az eredeti szöveget keresse és kutassa. És ebben a kutató folyamatban, amelyben nyilvánvalóan a Bibliának nüanszai alakulnak, de a nagy képe egyáltalán nem. Tehát a Jézus Krisztusról szóló örömhír, az üdvösség lehetősége, az Isten szeretete, és az Isten üdvterve, amely a teremtéstől egészen az új világnak a teremtéséig tart, ez a vonal ez nem változik, és nem is változott sohasem. Bizonyos tanítások, vagy bizonyos kérdésekben elképzelhető, hogy voltak különböző szövegvariánsok, de a lényeg, ami miatt Jézus is eljött, és ami miatt a Biblia az, hogy az Isten üzenjen nekünk, és magához vonzon bennünket, az sosem változott. De ha csupán irodalomkritikai, történelmi vagy nyelvészeti úton közelítünk a Biblia felé, akkor sosem fogjuk feltárni annak a mélységeit és azt az igazságát. Ez minden esetben oda kell pakolni azt a hitet, amely hisz abban, hogy az Isten ihlette az írókat. Hát nem, még egyel visszább lépve, az Isten gondoskodik az ő igéjéről, az Isten ihlette annak íróit, annak szerkesztőit, kutatóit, akár mai, akár régebbi kutatóit, és bennünket is, és ezen keresztül akar bennünket megszólítani. És aki igazán rendszeresen, mélyen és nyitott szívvel forgatja a Bibliát, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Köszönöm szépen, hogy a mai adásban is velem tartottatok. Szeretnélek biztatni benneteket arra, hogyha van kérdésetek, felvetésetek, akkor ezt írjátok meg vagy kommentben, vagy küldjetek nekem e-mailt, vagy írjátok meg a Facebookon, vagy valahol juttassátok el hozzám, hogy arról tudjunk beszélni, ami benneteket érdekel, és azokra a kérdésekre próbáljunk választ találni, amelyek bennetek fölmerülnek. Szóval még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, a viszontlátásra és hallgatásra. Sziasztok!